Szikrázó napsütésben a Miskolc közelében elterülő Helyőkeresztúri tónál adtak egymásnak rendezvút a vízisi szerelmesei az elmúlt hétvégén. Ez az első hivatalos magyar szlalombajnokság, melyhez a szükséges feltételeket minden dicséretet megérdemlő módon biztosították a rendezők. A szombati előfutamok alapján a döntő 10 résztvevője már rangsorolva állhatott rajthoz, természetesen a végén a legjobbakkal. Látszólag, legalábbis a laikus szemével nézve, alig van különbség a futamok között. Mégis attól függően, hogy mennyi a hajó sebessége, továbbá milyen hosszú a kötél, ugyanaz a pálya lehet nagyon könnyű és teljesíthetetlenül nehéz. A versenyzők többsége 53 km/órás sebességgel és 17 méteres kötéllel kezdte a döntőt, majd sikeres futam esetén 1 perc pihenő után előbb 58 km/órás sebességgel, majd fokozatosan csökkenő kötélhosszal újra próbálkozhatott mindaddig, amíg ki nem esett. Végül a minél nagyobb sebesség mellett minél rövidebb kötéllel hibátlanul teljesített bólyák száma döntötte el, hogy ki is a győztes. Durva számítások szerint is, ha egy körülbelül 60 km/óra sebességű hajó mögött ilyen nagy ívben haladó versenyző akár kétszeres utat is megtesz, és sebessége a 120 km/órát is meghaladhatja. Most ilyenkor egy esés? A gyűrűzést, pontosabban a sebességet legjobban végül is Bakai Mátyás bírta, aki ugyan minimális előnnyel, de megszerezte a győzelmet, és ezzel az első Szúterszkupát is Jelisztrátov Szergej és Boros Gyula előtt.